ÖkoOvi. Pályázati támogatásból alakítottak ki mintakertet Sarkadon. Övék lett a tér. Szegyás diákok munkáiból nyílt kiállítás a Szent István téren. BRS-e nyári tábor. Közel 60 gyermek sportol együtt az első turnusban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A nyári szünet előtt utoljára ülésezett a Békés Csabai képviselőtestület. A napi rendek közt szerepelt több szervezet támogatása, intézményvezetői kinevezése, de szó volt a közterületi parkolásról, a dűlők elnevezéséről, valamint különböző díjak odaítéléséről is. A további részletekről péntek esti híradónkban számolunk be. A Föld bajnokai pályázaton nyert támogatást a Sarkadi Óvoda Nagyszalontai úti tagintézménye. Az ötletgazdák óvodai veteményest és mezítlábas ösvényt alakítottak ki az intézmény udvarán. Na hozhatsz még vizet akkor, Jani? Tehetitek ide bele a sorba. Hagymát ültetnek a magas ágyásokba a sarkadi óvodások, majd az óvónénik segítségével alaposan meg is öntözik a növényeket. Folyamatosan nevelik a zöldségeket, melyeket gyermekméretű kerti eszközzel gondoznak. Mekkora hagymáitok vannak? Fú, nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Látszik, hogy gondozzátok. A programba három családot is bevontak, akik otthonukban saját kis kertet alakítottak ki. Ültettünk zöldségrépát, salátát, borsót, virágokat, krumplit, minden este locsoljuk őket, a gyerekekkel már a borsót leszettük, főztünk belőle borsóleves, nagyon örültek a gyerekek, közösen minden este gazolgassuk, csinálgassuk. A Szalontai úti tagóvoda a földbajnokai elnevezésű fenntarthatósági pályázaton nyert támogatásból alakította ki saját mintakertjét. Kiskertekre pályáztunk, itt az óvodában magaságyásos kiskertekre. Szerettünk volna egy gyógynövényes magaságyást is létesíteni, valamint a pályázatból még komposztáló is létesült, illetve egy mezítlábas ösvény. Ezek mellett telepítettünk még gyümölcsfákat, illetve az udvar végébe egy csodasövény sort ültettünk. A tagóvoda vezetője hozzátette, mindig is fontosnak tartották a fenntarthatóság témakörét és a környezeti nevelést. A pályázatból végrehajtott program által pedig a gyerekek saját maguk is megtapasztalhatják, hogyan fejlődnek a növények, hogyan kell gondozni és ápolni őket. A Békés Csabai Evangélikus Nagy Templom felszentelésének 200. évfordulóját ünnepli az evangélikus gyülekezet ezen a hétvégén. Az 1824-ben felszentelt templomban többek között koncertek és csúcspontként egy hálaadó istentisztelet is várja az érdeklődőket. Ezeken a képeken ugyan még üresek a padsorok, a hétvégére azonban megtelik élettel a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templom. Kutyai Pál igazgató lelkész kiemelte, nagyon büszke arra, hogy ez a templom a mai keresztényeknek és a békés csabaiaknak is sokszor biztos menedéket nyújtó helyet jelentett. Nem csak fizikai vagy testi mencsvár, hanem lelki mencsvár is volt az ivataros időszakokban, és ezt fogjuk tulajdonképpen megköszönni egy hálaadó istentisztelettel a kétnapos rendezvényünknek csúcspontjaként vasárnap, tehát 30-án vasárnap a mindenható Istennek, hogy igen, ő gondoskodott rólunk, velünk volt és segített bennünket a 200 év alatt. A hétvége egyik csúcspontja a 200 év, 200 hang című ünnepi hangverseny lesz. A koncertre egy városi kórus állt össze, a Bartók Béla vegyeskar, a Kalandrella kamarakórus, a Chopin kórus, a Békés Csabai evangélikus vegyeskar és a katolikus énekkar tagjaiból. Amikor Békés Csaba 300 éves volt, a betelepülésének a 300. évfordulója, akkor volt az, hogy először megpróbáltunk kórustagokat toborozni a városban, és egy nagyszabású koncertet adtunk, záró akkordja volt ez akkor az emlék évnek. És úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha erre a 200 éves évfordulóra ugyanez megvalósulna. Úgyhogy újra nekifogtunk, és március óta próbálunk. Nem csak egyházi, de világi része is lesz a hétvégének.
sok-sok koncert és fotószínház is lesz, valamint az Öregház, a nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és hagyományőrzők is kínálnak majd programot az érdeklődőknek. Tértárlat címmel nyílt kiállítás szerdán a Szent István téren. A tárlaton a Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatán tanuló diákok évközi feladatait és vizsgamunkáit láthatja a közönség. A diákok a grafikáktól, a könyvillusztrációkon át, a fotókig, a képző és iparművészet sok elemét sorakoztatták fel. A műveket hordozó nyomat is az iskola tanulóinak műve. A street art kiállítást Novák Attila művészeti munkaközösség vezető nyitotta meg, aki köszönetét fejezte ki a diákok és a tanárok felé, akik nagyon sok munkát fektettek abba, hogy ez a tárlat létrejöhessen. Volt egy művészeti tagozat a Szent Györgyin, ami a sok-sok év alatt olyan magas szintre feltornázta magát, hogy egy ilyen minőségű utcai kiállítást, nevezzük street art kiállítást, bevállalt, nem csak hogy bevállalt, hanem magas szinten teljesített is. Négy szakunknak látható itt a nagy közönséget, a járók előtt, az utazót megszólító stílusban, street artos stílusban, plakát, ízűen, mondhatjuk inkább ezt, a munkája. A megnyitó után a fiatalok egymás képeit vizsgálgatva, részleteit megvitatva álltak az alkotások előtt. Nekem jelenleg itt a vizsgamunkám van kint, ami egy silent book, egy 112 oldalas silent book, és a megnyári gyakszíról lévő animációim vannak kint. És szerintem ilyen nagyon jó oktatást kaptam ebbe az iskolába, szóval így volt lehetőségem így, ugye magát a könyvet is megcsinálni, meg így az animációhoz, hogy tudtam tanulni, így jó lehetőséget tudott nekem adni az iskola. A kiállítást 3 hétig láthatja a közönség a Szent István téren. Megnyílt a világhírű Kossuth-díjas Kepenyes Pál munkáiból összeállított tárlat a Kohán képtárban. A Napfény szerelmese című kiállítás interaktív módon vonja be a látogatót az alkotás folyamatába. Horváth Szabolcs tudósítása következik. A gondorosan napvilágot látott alkotóról nyugodtan elmondható, hogy a nyugati világnak az egyik leghíresebb szobrász és ötvös mestere, művésze volt. Egyébként rengetegféle alkotás fémjelzi a nevét, és nagyon sokféle anyagból dolgozott ő. Ha megnézzük, monumentális alkotásai, szobrai és különleges ékszerei vannak, és ha csak az ékszereit említjük, akkor olyanoknál van olyan világhírű embereknél, mint például Liz Taylor, Arnold Schwarzenegger, Bill Gates, vagy éppen Richard Nixon. De hát ennél még sokkal több ő és sokkal nagyobb örökséget hagyott hátra. Én Fábián Tamáshoz fordulok, aki az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetője. Mennyire fontos egyébként a Kohán képtár életében ez a mostani kiállítás, és milyen érdekességet tudhatunk még magáról, Kepenyes Pálról, Kossuth-díjas művészükről? Minden tárlatunk rendkívül fontos természetesen, főleg a nyári turisztikai főszezonban. Az Erkel Nonprofit Kft. Működtetésében vannak a gyulai kiállítóhelyek, így tehát a Kohán képtár is. Az elmúlt években kialakítottuk már azt a gyakorlatot, hogy amikor sok látogató érkezik a városba, akkor valamilyen különleges anyagot hozunk ide a Kohán képtárba, időszaki tárlatnak. Például a Németországban élő Böhm József gyűjteménye emelhető ki ezek közül, de volt még jó néhány. Ebben az esztendőben pedig élve a lehetőséggel Kepenyes Pál alkotásait mutatjuk be nagy-nagy örömmel. Az operatőr kolléga egyébként pontosan azoknál a szobroknál van, amit ugye a látogató is ugyanígy egy kicsit megfoghat, és különbözőféle dolgokat lehet ezekkel csinálni. Nagyon fontos Kepenyes Pál munkásságában, hogy fontosnak tartotta, hogy ezek a műalkotások valóban a befogadók által újabb életet kaphassanak, és tudatosan készített olyan alkotásokat, amelyeket valóban a kiállításainak a megtekintői megfoghatnak, átrendezhetnek. Itt ezen az asztalon helyeztük el azokat a kisebb szobrokat, kis plasztikákat, amelyek valóban megmozdíthatók, és ezekkel gyakorlatilag a Kepenyes Pál világába tudunk egy picit mi magunk is belépni. Milyen világa volt neki? Azért azt is tudjuk, hogy Acapulcóban élt több helyen, és egyébként ténylegesen, amit mondtam is, hogy a nyugati világnak nagyon híres és felkapott művésze volt ő, vagy hány helyen láthatóak az ő munkái közül?
Kepenyes Pál valóban inkább az óceánon túl ismert. Vannak azért Magyarországról elszámozott kiváló alkotók, Amerigo Tóth neve mindenki számára ismert, vagy Pátkai Ervint hadd említsem meg, aki a szomszédos Békés Csabán született. Ők Európában maradtak, ennek köszönhetően jobban a képzőművészeti élet fő sodrában, vagy legalábbis számunkra jobban látható részében tevékenykedtek. Kepenyes Pál az óceánon túl elsősorban, ahogy említette, Mexikóban, illetve az Egyesült Államokban ismert, de valóban egy világhírű képzőművészről van szó, akit Európa talán most kezd felfedezni, és hát köszönhetően magyarországi kondorosi származásának, így azért a közeli települések ennek a kiállításnak köszönhetően gyulaiak és a környéken élők is jobban megismerhetik őt. Nagyon szépen köszönjük. Tehát itt a Kohán képtárban egész nyáron megtekinthető a Kossuth díjas világhírű művész Kepenyes Pál kiállítása. Sokfajta táborban vehetnek részt a fiatalok a nyár folyamán. Idén is megkérdette ifjúsági horgásztáborát a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A résztvevők nem csak a halfogás különböző technikáival, de a környezet és halvédelemmel, valamint a hatékony csapatmunkával is megismerkedhettek. A szövetség ifi klubja erre a nyárra is meghirdette az előző években nagy sikernek örvendő horgász táborait, amelynek ezúttal is a Békés-Dánfoki Üdülőközpont ad otthont. Az idei táborban segítőként vesz részt Takács Martin, aki 2 éve U25-ös magyar bajnok lett, valamint a tavalyi portugáliai utánpótlás világbajnokságon egyéniben 2., csapatban pedig 3. helyezett lett. Mint felidézte, gyerekkorában ő is hasonló táborokban tanulta meg a horgászat alapjait. Hát ide bárki eljön, nagyon jó barátokat, ismerősöket tud szerezni, és nem mellesleg rengeteget tud tanulni. Ugye vannak nagyon színvonalas előadások, én is tartottam, illetve fogok is tartani szerelékkészítést, hogy a technikai tudást átadjam, amit már megszereztem így a évek alatt. Metzger Krisztina, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ifjúsági referense hangsúlyozta, hogy a mostani egy meghívásos, vezetett szakmai tábor, ahová a KHS által szervezett versenyek eredményes ifjú horgászait hívják. Úgy kell összeállítani a programot minden évben, hogy a prioritás az a horgászat, természetesen a szerelékkészítés, a legfontosabb élőlényünk a hal minden tekintetben, de nem csak horgászati tekintetben, hanem ökológiai tekintetben is. A vizes élőhelyek szintén hozzákapcsolódnak, és több olyan programunk és előadónk van, amivel igyekszünk szélesíteni a gyermekeknek az ilyen gondolkodását. Az ifjúsági referens hozzátette, hogy a fiatalok nagyon eredményesek a mostani táborban, sok nagy halat fognak, de emellett a szerelék készítésben, valamint az etetés és a bedobás gyakorlásában is kiemelkedőek. Hétfőn kezdetét vette a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület hagyományos nyári táborának első turnusa. Több korcsoportban közel 60 gyermek hódol kedvenc sportágának a Békés Csabai Röplabda Akadémia épületében, ahol a szervezők emellett számos szabadidős tevékenységgel készülnek a fiataloknak. A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület hagyományos nyári táborában 58 lány fűzheti szorosabbra a sportággal való kapcsolatát. Naponta 2 edzés, most íjászkodunk, van ebédelünk, ugye, meg ugye egyáltalán az önkörköt. Van olyan is, aki már visszajáró vendégnek számít a táborban, és a hangulat ragadta meg a legjobban. Nekem a barátaim mesélték, hogy itt mindig nagyon jó a kedv, meg úgy minden, és nagyon szerettem volna kipróbálni, és elsőnek, amikor kipróbáltam, én eldöntöttem, hogy jövőre is fogok jönni, és azóta mindig eljövök táborokba. Forgatásunk idején a Békés megyei könyvtár munkatársai biztosítottak szabadidős programot és kézműves foglalkozást a gyerekeknek. Emellett a vállalkozó kedvűek az íjászkodást is kipróbálhatták. Így célzunk, így, és szólj, ha mehet. A kikapcsolódás mellett az edzésekre is jutott idő, de a szabad játéknak itt is fontos szerepe van. Elsődleges dolog itt a táborban, hogy sokat játszanak,
és próbálunk arra figyelni, hogy olyat játszanak, ami a ő igényeiket maximálisan kielégíti, hogy át tudják élni a játékot. Ugye vannak olyan időszakok itt a tematikában, amikor önállóan is játszhatnak, és itt próbálunk mi is beállni a gyerekek közé, van is rá igény, és egyre többet játszani velük, mert így nagyon sokat tanulnak, meg jobban átélik, amit mondtam is, a játékot. Az idei nyári tábor az olimpiáról szól. A szervezők az egész hét programjának kialakításakor az ötkarikás játékokat vették alapul. Szerencsére minden évben túljelentkezés van, ez idén sem volt másképp, úgyhogy nagyon népszerű mind a két heti turnusunk. Az idei év az olimpia éve világszerte, úgyhogy mi is ezt a tematikát választottunk. Ilyen programokkal próbáljuk egy kicsit színesíteni a hetet. Lesz éremkészítés, olimpiai kvíz, VRS-e olimpia a pénteki napon. A Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület a táborokat önállóan szervezi meg. A klub célja, hogy külső partnerei segítségével minőségi időtöltést biztosítson a résztvevőknek, akiket később nem titkolt szándékuk bevonni az utánpótlás képzésbe. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!